Sziasztok! Újra itt vagyok a Baróti Gunnar Sztár Televíziónál, Sanyika, és jelentkezem a hetedik igével. Így van, hetedik nap, ez a hetedik napja, hogy beolvasom minden nap a napi igét itt a Baróti Gunnar Sztár Televízióban, és a hetedik igel így szól. Légy illemtudó. Legyetek előzékenyek, hogy áldást örökülhessetek. 1. Péter 3:8-9 NKJV. Az általános udvariasság napról napra egyre kevésbé általános. Ez nem jó, hiszen a Biblia azt mondja, legyetek előzékenyek, hogy áldást örökülhessetek. 1. Péter 3:8-9 NKJV. Néha nem vagyunk biztosak abban, hogyan tehetjük magunkat kedvessé Isten előtt. Bizonyos prédikátorok ezt igen bonyolultá tették. Hosszadalmas és kínos cselekmények egész sora hivatott kiengesztelni Istent, aki örömet leli abban, hogy kötélen rángott minket. Mikiás proféta leegyszerűsíti a dolgot. Mit kíván tőled az Úr? Hogy szeresd a jóságot. Mikiás 6:8 NAS. Lehet ennél érthetőbben fogalmazni? Íme 10. Nem annyira általános illemszabály, amit jó lenne, ha naponta gyakorolnál, és megtanítanál gyermekeidnek is. Végtére is, ha tőled nem tanulnak illemet, akkor hol fogják megtanulni? 1. Ne légy rest beszélni az emberekkel. A kedves beszéd gyógyulás a testnek. Példabeszédek 16:24 második. Próbáld megjegyezni a nevüket, és azt mutatja, hogy értékeled őket. Valójában ez így van. Én is szeretem az embereket a nevük után szólítani, itt a Sztár Televízióban is. Név után az embereket szólítani. Nevük után így van. Például Zoltán, Imola, Kata, Timea, Péter. Tehát nevük után szólítani az embereket, mert azért az már törődést jelent, hogy valakinek a nevét kimondjuk valójában. Jó, nem mindegy, hogy azt mondja az ember, hogy üdvözlök mindenkit nagyon szeretettel. Jó, mindenkit üdvözlünk, de azért jó, hogyha megemlítünk egy-egy nevet is, nem? Sanyika, Zoltán, Péter, Timea, Kata. Az jó leső dolog szerintem az emberek számára, hogy így a nevüket is megemlítjük, nem? Így van. 3. Mosolyog és öröm lesz rád nézni. 4. pedig. 4. Légy barátságos és segítőkész. Ha így teszel, az emberek viszonyozni fogják. 5. Mutass őszinte érdeklődést. Ha törekszel rá, szinte mindenkiben találsz valami jót. Filippi 4:8. 6. Bánj bőkezően a dicsőrettel, és légy óvatos a kritikával. 7. Ne siess az ítélettel. Minden történetnek 3 oldala van. A te oldalad, az ő oldaluk és az igazság oldalam. 8. Ahelyett, hogy használnál másokat, szolgálj feléjük. Szeretetben szolgáljátok egymásnak. Galata 5:13. Kilencedik. Kezdj el bízni az emberekben. Így építhetsz tartós kapcsolatokat. Mind ahogy Sanyika is teszi a Baróti Gunnar Sztár Televíziónál, hogy megbízik az emberekben valójában. Én nagyon is megbízok az emberekben. És tulajdonképpen én Istenre bízok mindent, azt is, hogy
milyen emberekre tegyek szert, illetve milyen emberekkel folytassam a kapcsolataimat. Istenre bízom mindent összesen, egész életemet és mindent, kapcsolataimat és mindent rábízok, és valójában így megbízok az emberekben, mert tudom, hogy ha Isten irányítja az életemet, akkor tudom, hogy csalódás nem érhet szerintem, hogyha Isten kezébe vagyok, akkor jó kezekbe vagyok, nem? Jó kezekbe vagyunk, hogyha Isten kezébe vagyunk, és csalódás nem érhet egyáltalán. És ez erősen jó dolog is, boldogító számunkra, szerintem. Igen. Jó. 10. 10. Légy alázatos. Oswald Chambers azt mondta, ha egy szent ráébred arra, hogy szent, akkor valami elromlott. Az illem két dolgot tesz. A. Jó fényt vet mennyei atyádra. Jézus azt mondta, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5:16. Tehát még egyszer. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És B. Meghatározza, hogy mennyire leszél áldott. Legyetek előzékenyek, hogy áldást örökölhessetek. Na hát ez volt a mai igen. 7. napra 7. igá volt. Sanyika voltam, köszönöm szépen a tisztelő figyelmeteket, és a legjobbakat kívánom nektek, egy kellemes szép napot, áldást, békességet, harmóniát az életetekben, minden jót kívánok nektek, tőle minden Sanyikától, a Baroti Online Star televíziótól, én a legjobbakat tudom nektek kívánni, és puszilom hatalmas nagy szeretettel a rajongóimat, bárhonnan is lehet nézitek a Star TV-t. Aki megnézte ezt a videót, az áldott legyen, jó? Az áldott legyen, és áldott lesz. Megáldom mindenkit. Most, ebben a pillanatban megáldom a kedves tévénézőket, aki most ha nézed a videómat, áldást kapsz, jó? Mert megáldalak én. Megáldalak békességgel, harmóniával, szeretettel, jó? Jézus nevében áradjon a boldogság, a szeretet az életedbe. Minden jót, sok-sok egészséget, harmóniát kívánok tőlem, Sanyikától. Most neked, aki most nézed a Star Televíziót, és megnézed ezt a videót, áldva legyél. Jó? Na. Sziasztok! Minden jót, ha tetszett a videó, küldjétek tovább. Adhatok egy big like-ot. Én is küldöm a big like-ot nektek. Hatalmas, de hatalmas, nagy szeretettel. Jó? Big like-ot. És minden jót, legyen egy csodálatos, szép napotok. Sziasztok!